Az apa állat büszkén sétál a kifutójában, a kis leopárdokat azonban még nem láthatja a közönség, 4 hetesek, a napokban estek át életük első állatorvosi vizsgálatán. Megkapták a szükséges vakcináikat és egyedi azonosítóikat, majd a féreghajtás után megmérték a tömegüket. Az egyenként 1180, 1340 és 1360 g súlyú leopárd kölykök hősiesen tűrték a vizsgálatot. Az állatkertek szerepe átértékelődött, hiszen korábban csupán a szórakoztatás volt a cél, most már azonban a faj megőrzés az egyik legfontosabb feladat, és az észak-kínai leopárd az ékes példája, hiszen egy olyan nagy macskáról van szó, ami végveszélyben van a természetben. Alapvetően a leopárdfajok jó része veszélyben van, az észak-kínai leopárd a legészakibb területeken őshonos, éppen ezért sokkal vastagabb a bundája is, mint a többi alfajnak, de sajnos őt is az orvadászat, az élőhelyi irtás is tizedeli, illetve a tradicionális gyógyászatban is használják a testrészeit. Végveszélyben van, de csak a természetben, ezért az állatkertek összefogtak és elkezdték szaporítani zártartási körülmények ezt az alfajt is. Alapvetően a Nyíregyházi Állatparkban 2018-ban jött az első hímállatunk, és a tavalyi esztendőben jött hozzá egy menyasszony, és ez óriási zoológiai siker, hogy már idén egy 3 sikerrel gazdagodott a gyűjteményünk. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében Nyíregyházán élő 7 éves hím és a 3 éves nőstény tavaly óta alkot egy párt. A hím és a 2 nőstény kölyök 102 napnyi vemhesség után jött világra. Alapvetően az a jellemző a leopárdoknak a faj fenntartására, hogy a papa és mama csak is a párzási időszakban találkozik, aztán pedig az anyaállat önállóan gondozza a kicsinyeit. Bevallom őszintén, nagyon nehéz volt megvárni azt a pillanatot, hogy az első állatorvosi vizsgálat megtörténjen, mert az anyuka nagyon védte az apróságokat, úgyhogy résen kellett lenni a ragadozós kollégáknak, hogy elválassza egy pár perc erejéig az állatot a kölykeitől. Az első állatorvosi vizsgálat során mindig van testmegmérés, megnézzük az ivarát az állatnak, alapvetően, hogy mennyire gyarapszik, illetve egyedi azonosítóval is ellátjuk, illetve megkapja a megfelelő vakcinákat is. Az orvosi vizsgálat során kiderült, amit egyébként hősiesen viseltek az állatkölykeink, hogy mag egészségesek, egy hím és 2 nőstény állat gyarapodott a gyűjteményünk. Különlegessége egyébként, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy az összes állatkertben a világon összesen 52 egyed él a kínai leopárdból, és Nyíregyházán itt már 5 található ebből a különleges leopárd alfajból. Az észak-kínai leopárd szőrzete jóval vastagabb, mint a délebre előforduló alfajoké, testhossza 140-160, marmagassága 80-90 cm, tömege 32 és 90 kg közötti. Mint általában a nagymacskák, magányos életmódú állatok. A sikeres randevú után a nőstény egyedül neveli kölykeit. Az még egyelőre kérdéses, hogy az állatpark látogatói mikor láthatják a hármasikreket, hiszen az anyaállat óvja őket, de pár hét múlva a kíváncsiságuk előcsalogatja a kicsiket a mostani belső rejtett helyről.